A Nemzeti Drogfókuszpont 2018-as jelentése szerint Magyarországon minden tizedik felnőtt fogyasztott már drogot, a fiatal felnőttek közül pedig minden ötödik. Legtöbben marihuana vagy hasis fogyasztásról számoltak be, pár éve azonban megjelentek az úgynevezett designer drogok, amelyek leginkább az ország szegényebb vidékén jelentenek nagyobb problémát. További részleteket tudhatunk meg vendégemtől. Köszöntöm a stúdióban dr. Erdélyi Ágnest, a Sánta Kálmán szakkórház telephelyi orvosigazgató helyettesét. Köszönöm. Nos, a felvezetőben arról hallhattak a kedves nézők, hogy volt, akik meg tudták nevezni, hogy egyáltalán mit fogyasztottak. Ugye itt a következő mondatban már a designer drogokról esett szó, ami már a nevében is érződik, hogy ugye egy új keletű kifejezés. Tehát nevet kellett adni annak a drogcsoportnak, amely ugye nehezen beazonosítható, és amiben nagyon sok minden belefér. Azok, akik azt mondják, hogy designer drogokat próbáltak, vagy fogyasztottak, mekkora részben tudják, hogy egyáltalán mit vettek a szervezetükhöz? Sokszor maguk sem tudják, hogy mit vettek a szervezetükhez, csak sejtik, vagy így valaki mondja nekik, hogy az milyen jó lesz. És nagyon sokszor azonosítják például a valódi marihuánával, hiszen biofű és egyéb olyan neveken is árulják ezeket a szereket, ami a fogyasztó számára egy ilyen kicsit enyhíti a fogyasztásnak a következményeit, elfogadhatóbbá teszi a szerfogyasztást, sőt ez a bio szó, a fű, a növényéredet, a maga a herbál szó is egy olyan fajta üzenetet ad a fiataloknak, mint hogyha ez nem lenne káros az egészségre, mint ez egy ilyen növényi alapanyagú, természetes anyag, amit nyugodtan, bátran be lehet vinni. Hadd kérdezzek így bele a közepébe, mekkora a baj ilyen szempontból hazánkban, illetve ha egy kicsit szűkebb lakókörnyezetünkre gondolunk? Nem tudjuk valójában, hogy mekkora a baj. Azt tudjuk, hogy nagyon sokan használják, sokkal több az, aki kipróbálja, viszont azért jó néhány fiatal rendszeresen használja ezeket az anyagokat. De tekintettel arra, hogy ezek vegyi laborokba kísérletezett, gyakorlatilag frissen előállított anyagok, mielőtt kikerül az utcára, semmiféle biológiai tapasztalat, vagy olyan fajta vizsgálat nem történik, ami azt vizsgálja, hogy az élő szervezetre ezek közeli és hosszú távú hatásai milyenek lesznek. Így valójában nem tudjuk. Nem tudjuk azt, hogy azok a fiatalok, akik most életük egy szakaszában, néhány hónapon keresztül rendszeresen használták mondjuk ezt a herbál gyűjtő néven szereplő kémileg előállított tudatmódosító szert, és később abba hagyják, élnek egy rendes életet, lesz-e valami következménye? Lesz-e valami olyan károsodás az idegrendszerben, vagy hogy az a károsodás később kiheverhető-e, az idegrendszer megújuló képessége mennyire tudja leküzdeni ezeket az ifjúkorban elszenvedett traumákat, ami egy még fejlődésben levő idegrendszert érnek ilyen szerekkel kapcsolatban. Kik azok, akik készítik ezeket, és kik azok, akik fogyasztják? Az, hogy kik készítik, konkrétan nem tudjuk, azt tudjuk, hogy ezek ilyen titkos zuglaborokban, sokszor Kínából érkező anyagok, sokszor a környező országokból, nem tudjuk a előállítás során milyen tisztasággal, milyen körültekintéssel készítik ezeket a dolgokat, vegyészek, vagy még akár nem is vegyészek, csak valami vegyi ismerettel rendelkező emberek, akik úgy gondolják, hogy ezzel pénzt lehet keresni. Mert az egész mögött az előállítóipar részéről semmi más cél, és csak a pénzkereset. Ugye a kérdés másik fele az volt, hogy kik fogyasztják, és itt mindig feljön, hogy felnőttek, tehát fiatal felnőttek, fiatalok. Itt milyen korosztályra kell gondolnunk? Tehát felelős családapákra, családanyákra is? Akár azok is kipróbálhatják, igen, de azt gondolom, hogy leginkább a 10 éves korosztály, a 20 éves életévei elején járó fiatalok azok, akik veszélyeztetettebbek. Egyrészt ezek nagyon olcsók, nagyon könnyen beszerezhetők internetről, nagyon sokan azzal ringatják magukat, hogy ez nem illegális, mint az egyéb klasszikus szerek, tehát ha rajta kapják őket, hogy ilyet fogyasztottak, akkor ők mentesülnek mindenféle felelősségre vonástól. És hát a bulikban
keringenek ezek a szerek, fel lehet készülni. Valamilyen hatást várnak tőle, hiszen valaki mondta nekik, hogy ha innen rendelsz, akkor ilyet kapsz, és akkor nem tudom, laza leszel, vagy jobban fogsz pörögni. Attól függ, hogy mi volt ez a kiinduló vegyület, amire ez a kémiai módosítás megtörtént. De sokszor nem azt kapják, és akik rendszeresen használnak ilyen anyagokat, azért sokszor elmondják, hogy mindig érzik, hogy hol történik a váltás. Érzik, hogy ez a szer most nem olyan, amiért ugyanazon a néven, ugyanonnal szerzett be, mégis sokkal hamarabb kiütötte magát, sokkal több mellékhatása volt. Nagyon sokszor megfogalmazzák azok, akik kipróbálták a klasszikus marihuánát, mondjuk meg egy ilyen biofűként árult valamit, hogy sokkal hamarabb érzik azokat a hatásokat, hogy nehezített lesz a légzése, hogy a tüdejének ezek valahogy nem jók ezek az anyagok, mert még a marihuánás cigit szívta, addig nem volt ilyen légzési nehézsége, viszont azt is elmondják, hogy sokkal inkább érzik azt egy-egy ilyen anyagnak az elszívása után, hogy elkezdik kívánni. Tehát úgy tűnik, hogy ezeknek az anyagoknak az addiktív potenciája esetleg nagyobb, mint mondjuk egy marihuánáé, tehát hamarabb hozzá lehet szokni, hogy könnyebben alakulnak ki a szervezet számára olyan függőségi tünetek, amik utána az abbahagyást vagy a változtatást fogják nehezíteni. Illetve a rombolás is. Talán mondhatjuk, hogy sokkal hamarabb és sokkal szélesebb körben zajlik le a szervezetben? Kíváncsiak voltunk, és a pszichológusainkkal végeztettünk egy ilyen kis belső vizsgálatot. Azoknál a fiataloknál, akiknél igazoltan több hónapja fennálló rendszeres herbálfogyasztás történt, és megjelentek az osztályunkon kezelésre, vagy az ambulancián. Készítettünk egy intelligencia tesztet, és nagyon megdöbbentünk, mert már mérhető tanulási képesség csökkenést tudtunk, a memória funkcióban már mérhető csökkenést tapasztaltunk ezeknek a teszteknek az alapján. Azt a gyakorlatban is látjuk, hogy sokkal rosszabbul koncentrálnak, sokkal inkább elvesztik az érdeklődésüket és a kíváncsiságokat a világ iránt, hiszen ennek a szernek a hatására eltűnik minden baj és bánat, és valójában egy ilyen semleges, vagy nyugalmas, vagy néha feldobott állapotban nem vesznek tudomást a jövőről, a napi gondjaikról, vagy egyáltalán a környezetükben levő problémákról, vagy akár az örömökről sem. Tehát, ha jól figyelek, akkor mondhatom azt, hogy főképpen azok veszélyeztetettek, akik mondjuk a gondjaikkal magukra vannak hagyva. Minden függőségnél akkor szokott, hogy minden szerhasználatnál akkor van a nagyon nagy baj, hogyha valaki egy probléma megoldására használja. Hiszen nagyon sokszor kipróbálunk dolgokat, sok mindenki iszik alkoholt, mégsem lesz mindenki alkoholista. Nagy számban büszkélkedhetünk, és ezt mondjuk így idézőjelben mondom Magyarországon az alkoholfüggők számával, de azért az alkoholfogyasztás benne van a mindennapjainkban, a kulturális hagyományainkban. Nem kell félni tőle, hogyha valaki helyén, megfelelő időben és megfelelő mértékkel használja. Ha valaki azért iszik rendszeresen, mert az napi stresszt ezzel oldja, gyakorlatilag észre sem veszi, hogy függőség alakul ki. Ha valaki azért kezd el tudatmódosítószert, bármilyet fogyasztani, hogy a feszültségét levezesse otthon, magányosan, stresszoldásként, azt fogja észrevenni, hogy az elmúlt 3 hónapra nem is emlékszem, hiszen folyamatosan minden este bódolt állapotban voltam. Ha valaki csak a buliban, a haverok kedvéért, vagy a társaság kedvéért egyszer-egyszer kipróbálja, nem szép dolog, de attól ne jegyünk meg. Ő belőle nem biztos, hogy függő lesz, vagy nem lesz függő. Ő fogja tudni élni az életét, hiszen csak egy adott szituációban, egy szórakozás helyén próbálta ki, tehát nincsen szükség a mindennapokban erre a szerre. Ezért nem mindegy, hogy ki milyen célból használja a szert. Gondolom, hogy a fogyasztóknak töredéke az, aki eljut önökhöz, vagy bekerül egy ilyen rehabilitációs folyamatba. Valójában a függők száma nem olyan borzasztó nagy Magyarországon. Tehát összehasonlítjuk az alkoholfüggőkhöz képest, akkor azért töredéke a drogfüggőknek a száma. Én azt gondolom, hogy a fogyasztóknak tényleg a töredéke jut el, és az a töredék is nem önszántából. Legtöbbször valamilyen külső presszióra család észreveszi, segíteni próbálnak. Csak nagyon nehéz annak segíteni, aki maga ezt nem tartja problémának.
Hiába magyarázza a család, hogy ők ezt és ezt a változást látják, sok mindenre nem emlékszik. Hát vannak olyan függő betegeink, akik most már így a tisztulás közepén önmaguk is megdöbbennek, hogy 5 évről nem tudnak számot adni maguknak 5 év történéséről, hiszen álmosta a szerhasználat. Nagyon fontos az egyéni felelősségvállalás. A fiataloknál nyilván a szülői felelősségvállalás, de itt a beszélgetés végén én szeretném, hogyha azért pár gondolatban a társadalom felelősségvállalásáról mondana pár gondolatot. Amíg benne van a társadalmi elfogadottságban az, hogy inkább becsukjuk a szemünket, hogy van az iskolánkban például olyan gyerek, akinél már észlelik a tanárok vagy a gyerekek, hogy esetleg szerfogyasztó, és még nem függő. Tehát nem biztos, hogy még nagy baj van, de lehet vele beszélgetni, hogy mi a baj. Amíg azt mondják az ott tanító emberek, vagy ott mondják a szülők, hogy az én gyerekemmel biztos, hogy ez nem történhet meg, a mi iskolánkban biztos, hogy nem jár. Nekem nincs erre pontos statisztikám, de gyakorlatilag minden középiskolában előfordulnak olyan fiatalok, akik kipróbálják. Szerintem egyik iskolaigazgató sem áltathatja magát, hogy az ő iskolájában csak olyan gyerekek járnak, akik mentesek a különböző szerek kipróbálásától. És nagyon sok család ne áltassa magát azzal, hogy ó, hát a gyerekem a buliból úgy jön haza, hogy nem érzem rajta az alkohol szagot, milyen nagyon jókedvű, vagy valami, akkor nincsen baj. Beszélgessünk egymással, figyeljünk oda a gyerekeinkkel minden szintéren. Elsősorban a családban, másodszorban az iskolában, harmadszorban a munkahelyen, és azokban a baráti társaságokban, ahol éljük az életünket, ahol feltöltődünk. És hogyha a társaságból valaki ezt mondja, gyerekek, szereztem egy cuccot, próbáljuk ki, akkor döntsünk felelősséggel. Mit próbálunk ki, mit kockáztatunk, én milyen vagyok, mint egyén, hiszen mindenki tudja magáról, vagy ha odafigyel egy kicsit, hogy hajlamos-e arra, ha dohányzik, akkor hajlamos függőség kialakulására, ha volt a családjában. Tehát egy csomó dolgot figyelembe kell venni, vagy egyáltalán az, hogy a kontrollvesztő lesz itt ebben a társaságban, akkor utána mire fognak emlékezni mások, és én mire nem akarok emlékezni a kijózanodás napján. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én abban bízom, hogy most a néhány perces beszélgetés hatására talán többen úgy döntenek majd a jövőben, hogy inkább nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet.